Tehát ezekről nincs itt mondani egyébként, mert szerintem ilyen alpatkányok. Tehát még csak nem is olyan patkányok, akik kimehetnek előre rákcsálni, akiket elküldenek, hogy megegyék a kolbászt, vagy a sajtot, vagy lyukat rágjanak a falba. Ezek ilyen sunyi, elbújós alpatkányok. Patkányok sem jók ez a kettő itt, aki itt van. Dögevő patkányok, szerintem igen, tehát valószínűleg valami ilyesmi juthatott nekik ilyen feladat Vas Albert művébe, tehát valahova oda kerülnének. Ők azok, akik először bele fognak dögleni egyébként ebbe a dologba, amikor majd az ember egy kicsit öntudatára ébred végére, úgy rajtunk kívül, tehát végre mások is, akkor valószínű, hogy ez lesz az ő sorsuk. Amikor itt kimennek a garázsból, ide jön valaki, akinek elborul az agya, akinek nem tetszik az, hogy míg ezek gazdagodnak, egyre-egyre gazdagodnak, addig ő szegényedik, elveszi a házát, mivel ezek alpatkányok, ezeket nem védi senki, mivel ezek senkik, abban a gépezetben is, ami a kifosztásunkra ment, ezért ide fog valaki jönni, a családja előtt itt ezen a sarkon le fogja lőni. Úgy legyen. Akár ez is lehet. Az alpatkányoknak ez jár, mert ezek körülbelül ennyit tehetnek. És ne gondolják azt, hogy ez örökké tart. És még talán még nem késő, itt az ideje, hogy visszaadjanak mindent, amit elloptak. És hallgassuk meg Illés, mit mond arról, hogy ezek mit gondoljanak, vagy nem gondoljanak.